Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. Miről lesz szó? A mai nap egy nagyon érdekes felületet fogok bemutatni, ami Alpha 1-es verziójú. Tehát nagyon-nagyon kezdetleges, bemutató dolog, de nyilvánvalóan sejtitek, legalábbis majd a kiírás szerint, hogy a Pop OS-nek, a készítőjének az új kozmik felületét szeretném bemutatni. Miért? Mert érdekel. Gyakorlatilag megint elmondom, Alpha 1-es állapotban van, azaz a legelső olyan kiadott verzió, ami arra vonatkozik, hogy nagyon-nagyon érdeklődők és nagyon-nagyon kockafejűek megnézzék, hogy mit tud talán majd a későbbiekbe. Ez az első olyan telepítős dolog, illetve hát isófáj, amelyik valóban a kozmikot hozza fel, tehát nem úgy kell felrakosgatni különböző megoldásokkal. Megint ismétlem, Alpha 1-es verzióval van kiadva, azaz nagyon-nagyon figyeljetek arra, hogy érdekességnek jó, használatra 101%, hogy nem. Oké, első lépés, felmegyünk a system76.com-ra, és per Cosmic. Erre az oldalra felmegyünk, és letöltjük a megfelelő ISO-t. Ahogy lehet látni, AMD, illetve Nvidia ISO van. A telepítése valóban egyszerű. Kiválasztod a nyelvet, meg hova szeretnéd telepíteni, és ennyi. Illetve természetesen a jelszót megadod. Itt nem fog felkerülni semmi más. Ismétlem, semmi más, mint ez a kozmik felület, meg egy böngésző. Gyakorlatilag valóban arra hegyezték ki, hogy ezt kipróbálják, visszajelezzék az emberek, hogy hogyan működik. Pontosan azért, mert a telepítés valóban fajék egyszerűségű, céloz meg azt a lemezt, amire rakni akarod, erre azért figyelni kell, a többi meg különben is nagyon egyszerű. Ilyen témával nem szeretnék videót készíteni, hogyan kell háromszor odafigyelve a Next-et nyomni. Oké. Ha feltelepítetted, újraindul a rendszer, nem kell meglepődni, akár az ISO betöltésekor, a telepítés előtt, akár a telepítés után egy picit lassabbnak fogod érezni az indítást, ezzel semmi probléma nincs, nem kell idegeskedni. Hozzáteszem, a telepítés villámgyorsan lefut, miért? Mert semmit nem telepít, csak magát a felületet. Nézzük is meg, mit kapunk, amikor először elindítjuk, és mi a tapasztalat vele. Gyakorlatilag azt kapjuk, amit mondjuk ugye a GNOME-nál megszoktunk. Fölül van egy sáv, meg alul van egy sáv. Tehát ez nem egy olyan újdonság, ami miatt azt mondanám, hogy hű, de nagyon érdekes a dolog. Azt kell mondanom, hogy nagyon jó dolognak tartom azt, hogy elkezdtek egy saját felületet építgetni, de még nagyon alfa állapotban vannak a dolgok. Azaz, nagy reményekkel elindulhatunk, de a jövő évben, amikor majd a következő alfát célozták meg, vagy esetleg jövő évben ilyenkor a béta megjelenik, akkor már egy reálisabb képet kapunk. A szokásos dolog egyébként, szerintem a GNOME-ot vették alapnak, azon próbáltak javítani. És azt is el kell mondanom, az Ubuntu LTS, tehát a hosszan támogatott verzióra épül, tehát gyakorlatilag egy olyan rendszert kapunk, amire bármit föl lehet tenni, de erre jelenleg úgy gondolom, hogy fölösleges. Oké, vannak az asztalok, tehát egy-két asztalt kapunk, váltani tudsz közte, igazából ez nem újdonság. Applikációk, milyen applikációkat kapunk? Oké, nézzük is meg. Van a Cosmic App Store, tehát gyakorlatilag egy telepítős kis grafikus felületet kapunk. Relatív gyors, relatív stabil, és Dust 2 darab programot telepítettem benne, és gyakorlatilag azt kell mondanom, villámgyorsan feldobáltam, amit kellett. Nincs ezzel semmi probléma, ilyet mindenki ad. Kereső része van, illetve hát különböző kategóriák között válogathatsz, semmi újdonságot nem ad, szép, hozzáillik és belesimul a környezetbe. Applikációk megint, Cosmic Files, na hát az, amit én mindig mondok, hogy a világ legfölöslegesebb dolga mindenkinek egy fájkezelőt készíteni. Megnézed akár a Cinnamont, a Mintet, az XFCE-t, az akármit, a GNOME-ot, a KDE-t, mindenki kínosan ügyel arra, hogy saját fájkezelője legyen. Hát az, hogy mindenki saját fájkezelőt készít, a Cosmicot is elkapta. Fölöslegesen, magánvéleményem szerint fölöslegesen. A Cinnamont használom, úgyis szoktátok látni, az viszonylag jól, és kényelmesen adja azt a kis némo fájkezelőt, amivel lehet dolgozni. Ezt én úgy hívom, hogy intézőszerű, tehát nem 2, 3, 4, 5 panelos, hanem egy panelos. Itt az egy panelost megint ki kellem emelni, ez valóban egy panelos.
Azaz nincs olyan, hogy az F3-at nyomkodom, mint a fene, de nem jelenik meg a második panel. Megnézzük a file menübe. Hát nem sok minden van. Nem sok minden van szerkesztés menübe, nem sok minden van nézet menübe, nem sok minden van. Nyilvánvalóan itt a beállításokat meg lehet nézni. Látható, hogy gyakorlatilag a beállítási panel nagyon kevés. Ikonméret, rácsba, listába, illetve a témát hogyan lehet megválasztani az asztallal, tehát a beállítással egyező, vagy saját sötét világos, hogyha attól el akarsz térni. Rendezés irány. Ennyi. Tehát, hogyha valaki esetleg még egy egyszerű, én valóban egyszerűnek tartom a Nemo-t, vagy a Nautilus-t, vagy ezeket az egyszerű tunár kezelőket, nyilvánvalóan megnézi, ez ahhoz képest, hát nem azt mondom, hogy gagyi, egyszerű, használható, ide-oda húzkodni a dolgokat használni tudod, de azon kívül semmi olyan meglepetés nem tartalmaz, amire én fel voltam készülve. Miért? Mert megnéztem egy pár videót, ami arról szólt, hogy a Cosmic milyen nagyszerű. Nagyszerű, de ahhoz képest, amit a többiek tudnak például a fájkezelőbe, hát azt látjuk. Oké, tehát nem is akarom ragozni. Kapsz egy egyszerű fájkezelőt, használni lehet, de véleményem szerint villámgyorsan le fogod cserélni. Ha úgy döntesz, nem döntesz úgy, logikus, mert ez alfa 1-es kiadás. Alfa 1-es kiadással nem nagyon foglalkozunk, örömködünk, hogy lesz valami, és egyéb setting. Setting, beállítások. A beállítások nagyon egyszerű dolgok, háttérképet tudod állítani, kiválasztod azt a háttérképet, amit szeretnél használni, kapsz egy csomó, tehát itt valóban egy kicsit dicsérve a Cosmic felületet, vagy a szerkesztőjét, kitalálóját, valóban több stílusba kapod meg a háttérképeket, és kiválasztod, amit tetszik, ugyanaz a háttérkép mindegyik monitoron, a háttérkép illeszkedjen a monitorodhoz, illetve egy diavetítés van, ennyi, illetve hozzáadhatsz egy pár háttérképet. Gyakorlatilag azt a feladatot, amit kell, be fogja tölteni kijelzők. Na megint jön a kritika, alfa 1-es, tehát itt a kritikának helye van, és nyilvánvalóan az a kritika, amit én itt megfogalmazok, vagy az az észrevétel, az el fog jutni a Cosmichoz is, tehát gyakorlatilag meg fogom nekik írni, hogy mi a tapasztalatom egy rövidke levélbe. Nyilvánvalóan azért alfa 1-es, hogy mindenki öntse magából a kritikát, hogy hogy lehet jobb. Az, hogy itt a monitorokat a megszokott módon tudjuk mozgatni és elhelyezni, az nagyon szép. A többi beállítási lehetőség nagyjából ugyanaz, mint a többinél, a felbontást egyebet tudod beállítani. Két kritikám van, egyrészt négyszer fagyott le. Tehát amíg én ide belogisztikáztam a három darab kis monitoromat, és még a negyedik nincs is rákötve, odáig négyszer lefagyott a rendszer. Tehát fogta magát és lefagyott, illetve a program fagyott le, mert a másik monitorokon más programok simán működtek. Tehát itt még azért van mit csicolni. A másik dolog az, hogy nekem ez nem 46 szólos DP1-es külső kijelző. Tehát ez egy 19 szólos. A felismerése nem jó. A többi rendszerbe felismeri rendesen. Tehát hozzáteszem, többi rendszerben felismeri rendesen a felbontását, illetve a méretét, így pontosabb, itt nem. Oké, tehát ezen még van mit csiszolni, de használható, lehet, hogy a videókártyámat nem szereti, lehet, hogy azért, mert egyes monitorokat nem szeret, és rossz visszajelzést adnak a monitorok, persze más rendszerben miért adnak jót. Oké, eljutottunk odáig, hogy energiakezelő. Az energiakezelés, hát a szokásos dolog, hogy kiegyensúlyozott nagy teljesítmény, meghosszabbított akkumulátor élettartam, nyilvánvalóan jellemzően laptopoknál izgalmatosabb. Beviteli eszközök, billentyűzet, alapbeállítás, igazából hozzá se kellett nyúlnom, gyakorlatilag ez, ami teljes mértékben működött, a billentyűzet felismerése, miután megadtam, hogy magyar, aztán utána semmi probléma nincs. Az egérbeállítás a mai viszonylatokban pontosan annyit ad, mint a legtöbb. Itt nem tudnak nagyon nagy újdonságot adni, az egerek jellemzően így működnek, jobb vagy balkezes legyen, sebesség és a görgetési sebesség, hogyan működjön, ennyi. Ezt be lehet állítani, ez egyébként nekem alapból egy picit lassú volt az egerem, ezen egy picit lehetett faragni, ahogy bármelyik rendszerben. Dátum, idő, régió, nyelv, a szokásos dolgokat kapod meg, dátum, idő, a következő a dátum, idő,
illetve a régió nyelv. Dátum időre rákattintunk, szokásos dolgokat állíthatod be, és most jön egy érdekes régió és a nyelv, hát bizony, még ez nincs kész, alfa rendszer. Rendszer és fiókok, felhasználók, felhasználói adminisztráció még nem működik, névjegy, hát megnézheted a névjegyet, GNOME-ba itt-ott vannak ilyen névjegyek vagy rendszerinformációk, a szokásos gép, szokásos telepítés, szokásos helyre került, véled alatt fut az egész, erre azért figyeljetek, mert alig tudtam rájönni, hogy nekem a szokásos rögzítő miért nem működik, és miért az OBS Studio-t kellem használni, már véled. Természetesen asztali környezet, ami fontos, kozmik. És még ez a rész sincs kész. Azaz, ahogy lehet látni, a rendszer nagyon szépen működik, meg van egy fejlesztési fokozata, tehát idáig jutottunk el, ez működik, de vannak benne hiányosságok, az, amit ígértek, hogy alfa 1-es, az bizony igaz, jó és rossz értelemben is, tehát vannak azért problémák, lesznek is vele, de engem érdekel. Oké, terminál. A file menüben szokásos dolgok vannak, szerkesztés. Viszonylag kevés lehetőség, de van a magyarítás, hogy nézed és nem nézed, az azért még egy kicsit faragásra szorul. A szokásos dolgokat meg fogod kapni, kisebb betű, újabb lapot lehet nyitni. Oksi, tehát ez a rész azért már működőképes, egy átlagosan jó, tehát egy jól használható terminált kapunk. Következő applikáció, text editor. Ugyanazt a szöveget el szeretném mondani, megint készítettek egy text editort, egy egyszerű editort, egy egyszerű szövegszerkesztőt, amivel egyébként Dunát lehet rekeszteni, annyiféle van. A text editor egy nagyon egyszerű editor, alapeditálásra. Megyünk tovább, Office, milyen Office tettek föl? Semmi extrém dolgot nem tettek föl, gyakorlatilag levelező, dokumentumnézegető, képnézegető, ennyi, meg valami oknál fogva szkennert is fölraktak, rendszer. Rendszernél alapeszközöket kapjuk, illetve inkább azt mondom, a minimális alapeszközöket kapjuk, nincs túlzásba vidve. Feltételezik az, hogy aki egy alfa rendszert kipróbál, föl tud telepíteni saját magának bármit. Én itt a hátopot raktam egyedül fel, nézzük is meg a hátop, tehát az energiaforrás figyelőnk, hogyan működik hátop, beütöttem, hát bizony 2,92. Emlékeztek pár nappal ezelőtt valamikor, azt mondtam a V-Landes Hyperlandra, hogy az 1,4-1,6, tehát az nem kevés. Na hát itt pontosan ugyanaz fut, a rögzítés, meg egyébként semmi más. Gyakorlatilag elmondható, hogy ez 2,92. Oké, V-Land, tehát az a rendszer, nem az X-Org, ami azért egy kicsit erőforrás igényesebb, persze szebb minden meg egyéb, de azért valljuk be, egy alaprendszer a rögzítéssel, az OBS-el össze lehet hasonlítani, hiszen ugyanazokkal mutatom be a dolgokat. Egy kicsit erőteljesnek érzem, ahhoz képest, hogy ők azt mondták, hogy azért fejlesztjük ezt, hogy gyorsabb, szebb és egyéb legyen. Lehet, hogy egy kicsit gyorsabb, hiszen tapasztaljuk, hogy az ablakok azért hamar előugranak, meg azért, amikor állogattam a rendszert, éreztem, kivéve a monitor beállítást, éreztem, hogy azért viszonylag gyors a dolog, de azért a rendszerfogyasztás nem picin. Ezt hozzá kell tenni. A telepítési mérettel nem kell foglalkozni, hiszen azt tudjuk, hogy ez valóban csak a kozmik felületet tolja fel, semmi egyéb, semmi felhasználói programot nem kaptunk. Ezen tehát nem nagyon kell gondolkodni, mehetünk tovább, applikációk között, hol tartottunk a rendszer, gyakorlatilag semmi egyéb segédprogramok, semmi izgalmatos nincs. Kiemelem azt, hogy ők nagyon ügyesen csinálták az újdonságokat, minden előtt ott van, amit ők csináltak, pluszba a kozmik, tehát kipróbálásnál nem is kell nagyon talozni. Ami talán érdekes lehet, egy képernyőmentő dolog, láthatóan körbe tudod rajzolni, egész képernyőt meg egyebet le tudsz menteni, illetve hova mentse, ez egy kényelmi funkció, a vágólapra, a képek, illetve a dokumentum mappába mentse el azt a képet, működik, kipróbáltam, szépen működik. Nézzük is meg, mi az, ami izgalmatos. Izgalmas és érdekes, és véleményem szerint ezért lesz érdemes követni a kozmiknak a fejlődését, mert egy ilyen hibrid megoldást kap. Csempézős ablakkezelő, illetve a hagyományos, megszokott ablakkezelő működését úgy ötvözi. Azaz, hogyha valaki nem kapcsolja be ezt, ugyanúgy működik az egész, mint akármelyik, mondjuk a GNOME KDE XFC-je.
ugyanúgy mozgathatod, készítheted az ablakokat, mint másnál, ha bekapcsolod, tehát átteszed ebbe az állásba, akkor pedig átváltasz az ablakkezelőkön megszokott csempészős dologra. Nézzük is meg, milyen lehetőségeink vannak. Gyakorlatilag itt egy érdekes megoldás van, új munkaterületi viselkedés, csempészet vagy lebegő legyen, eldöntöd. Az új munkaterületi viselkedés a megnyitott ablakokra milyen legyen. Nyilván kírják a navigálás szuper nyilak, tehát a Windows gomb és a nyilak, illetve a Shift Windows gomb nyilakkal tudsz dolgozni, lebőgő ablak váltása szuper G, Windows G, és akkor a tippek megjelenítése vagy nem megjelenítése lett beállítva. Oké, nézzük is meg, mi az, hogy csempézés. A hagyományos ablakkezelőnél megnyitunk egy ablakot, megjelenik. Oké, megjelenik ott, ahol megadtad, és úgy jelenik meg, ahogy te megadtad, vagy az előző beállítás, vagy egyéb saját beállítás szerint megjelenik. A következő is megjelenne valahol. De a csempézős ablakkezelő, megnyitunk egy terminált, így működik. Lehet látni, hogy normális, viszonylag elfogadható mozgással, animációval mozdult el, megosztja a képernyőt. Nézzünk egy másikat, nyissuk meg a Firefoxot, és az pedig megint megossza. Az ablakok mozgatása egymás között nagyon-nagyon egyszerű, lehet látni, hogy ahogy mozgatom, úgy mozog, illetve az én általam kedvelt ilyen fülecskés megoldás is működik. Az, hogy ez valakinek tetszik, vagy nem tetszik, az egyéni dolog, de azt nem lehet vitatni, hogy itt a Cosmicba azok a hibák, amik például a KDE-hez készített kiegészítő, GNOME-hoz készített kiegészítő, egyéb rendszerhez például a Cortil elnevezésű ablakkezelőszerűség, amit mondjuk az XFCE-nél lehet használni egyébnél, azoknál lévő, hát olyan kis akadozások, nem teljes szép működések, azok itt nincsenek, szépen elhelyezi az ablakokat, nem lóg ki. Tehát előfordult egyéb rendszerre ráerőszakolt ablakkezelő megoldásoknál, hogy itt-ott nem úgy működött. Itt a szokásos ablakkezelés működik, és pluszban az i3 VM-nél, meg egyéb rendszereknél megszokott ilyen kis fülecskés megoldások is vannak, tehát azaz egy ablak mögé beteszel több programot, és ezzel a fülekkel, ahogy például a böngészőbe is tudsz váltani. Ennél helytakarékosabb, gyorsabb megoldást én még nem találtam. Tehát egy nagyon érdekes rendszert fogunk kapni majd a jövőben, hiszen nyugodtan elmondhatjuk, és valóban ez egy nagy előny, hogy mögötte egy cég van. Tehát a System 76 áll mögötte, ők nem fogják félúton befejezni ennek a fejlesztését, nem megy el a fejlesztőnek a kedve az egésztől, mert esetleg kudarcélmény van, vagy egyéb, ők elhatározták, hogy ezt a saját felületet el fogják majd készíteni, nagyon jó lesz nekünk, mert ahogy a leírásban is lehet látni, nem csak a saját rendszerükre lehet ezt telepíteni, illetve a saját rendszerükkel együtt lehet telepíteni, hanem például Arch-ra, meg egyéb, olyan disztribúcióra, ami független ettől a cégtől, rá lehet tenni ezt az ablakkezelési rendszert, ezt a Cosmicot, és utána mindenki szíve szerint tudja használni. Köszi szépen, hogy meghallgattatok. Na azért még egyszer elmondom, ez egy alfa 1-es, tehát egy előnézeti kép, ebből következtetéseket le lehet vonni, de éles használatra egyáltalán nem ajánlom. Nagyon jó rendszer lesz, de az még idő kell. Köszi szépen, sziasztok!